neked csak annyi dolgod van, hogy és akkor vedd meg az üvegpoharat valahol, nem biztos, hogy eladod a lelkedet egy 6 perc egy szolárium bérletért. Ha még nem megtalálhatod a politikát, a benzinkúton is. Az influencerek élete nem mindig olyan könnyű, mint ahogy az elsőre gondolnánk, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a GVH-s büntetések, vagy éppen a hetekben elhíresült operás balhé. De hogy mégis mennyit ér igazából egy influencer piaci értéke, erről fogunk ma beszélgetni, iratkozzanak fel, lájkoljanak, like és már is fordulok Szabó András Csutihoz, aki itt van velünk, a Social Guru tulajdonosa és marketing specialista. Szia. Szia! Örülök, hogy itt vagy most Köszönöm ebben szépen szépen a meghívást! Meg. No, hát akkor kezdjük itt pont a büntivel. Ugye a hazai influencereket büntetésért, de ugye a GVH megbüntette őket, hat magyar influencerről van szó, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. No, hát te, mint egy olyan cégnek a vezetője, aki influencerekkel foglalkozik és a reklámozással, mit gondolsz, hogy kinek a felelőssége az, hogyha nincs ott az a hashtag reklám? Jó, belecsaptunk a közepébe. Köszönöm. Azért ez nem új keletű, hogy a, a, a GVH büntet. Öhm, onnantól kezdve. Hogy datálhatunk influencer marketinget, a GVH-nak azért mostanában kezd kialakulni az a jogkövető magatartásra sarkalló egyfajta kontextusa, ami mondjuk predestinálja ezeket a együttműködéseket arra, hogy ez hiteles legyen, hogy őszintén kommunikáljunk arról, hogy hirdetés, hogy az jól megjelenítve, látható legyen minden egyes követő számára. Egyébként én is a napokban kaptam meg egy más kampányból eredően azt az ukázt, ami alapján majd a következő tartalmakat közzé kell tenni. Úgyhogy egy szó mint száz, ami biztos, hogy a hashtag hirdetés és a hashtag reklám annak jól látható helyen kell megjelenni a posztban. Nem elég, ha csak valahol utolsó hashtagként megjelenik. Ebben a kampányban például a kommunikáció első szava az a hashtag reklámnak kell, hogy legyen. És a sztorikban is nagyon oda kell figyelni, mert úgy itt a tartalmak között is különbséget kell tenni. Ugye post és reel videók tekintetében ott kell legyen elől, de hmm. sztorinál nem tudod előre tenni, mert ott nincs olyan, hogy előre ott magán a story formátumban kell jól látható helyen. És akkor ebben a magyar, az influencer az ilyen tipikusan magyar volt ebben a tekintetben. Felugróként jelenítette meg, hogy csak minden harmadik másodpercben látszódjon. Nagy éppenséggel olyan betűtípust alkalmazott, hogy az mondjuk kevésbé legyen látható. Mm. Nagyon sokan csinálták azt is, hogy a, a backgroundnak a színével írták ki például, hogy reklám nem volt látható, de egyébként, ha meg bárki bekérte, akkor, akkor ott kimutatható volt, hogy ő ezt Nyilván, ahogy egyre több az ilyen és hasonló együttműködés, a GVH-nak is egyre nagyobb beláthatósága van például arra, hogy mi a, az a magatartás, amit minden influencernek meg kell tennie, de ebben ugyanúgy az ügynökségnek is fontos szerepe van, hogy a briefben erre felhívja a figyelmet. De joggal merülhet fel hát mindenkivel a, a kérdés, hogy miért erősködik a GVA, hogy ezek legyenek megjelenítve. Van még olyan ember ma Magyarországon, vagy akár tényleg világszerte, aki elhiszi azt, hogy ha itt van egy valamilyen márkájú mosószer, és az a valaki posztol egyet, akkor ő azt csak azért, mert hogy ezt is ajánlja. Hiszen nem ezeket az időket éljük. Hát nem. Meg ugye rengeteg tartalom is van, amiből már a fogyasztói szocializálódott. Tehát, hogy régebben még Gyakran lehetett olyan tartalmakat látni, ahol például egy beszélgetés közben ott volt hátul egy-egy márka elhelyezés, és akkor persze nem arról volt szó, de közben mégis láttam mondjuk 40-50-60-80 ezer ember. Az, hogy a fogyasztó mit hiszel, vagy hogy nem hiszel, azt, azt nem tudom. Én fogyasztóként nehezen tudom objektíven megítélni, mert hogy úgy vagyok fogyasztó, hogy közben a tartalmakat szakszemmel nézem. Én azt gondolom, hogy, hogy minden egyes social media platform egy vállalkozás. És a vállalkozást is a vállalkozó sokféleképpen üzemeltetheti, sokféle lehetőség van mindenféle optimalizációra. Ez a fajta optimalizáció, ez ugyanúgy jelen van akkor, amikor én tartam, nem én, de nagy általánosságban, amikor egy influencer tartalmat tesz közé, én hiszek abban, hogy élni és élni hagyni, hiszek abban, hogy meg kell felelni minden előírásnak, de, de az is nagyon fontos, hogy ezek az előírások exakt információkat tartalmazzanak, úgyhogy a briefben fontos, hogy erre ugyanúgy felhívjuk a figyelmet, mert hogy ebben az esetben, ha ez mulasztásra kerül, akkor nem csak az ügynökség, és az influencer, bocsánat, akkor nem csak az influencer, hanem az ügynökség ugyanúgy számon kérhető és büntetés alá helyezhető. Hát akkor valamennyire ez azért az ő felelőssége is. Tehát ez egy teamworknek kell, hogy legyen, ugye nyilván az influencer meg az ügynökség között. Ez akkor most már mindenkinek világos. De mit? Egy kiegészítés még hozzá, saját maga miatt is szerintem fontos, hogy egzakt legyen, uh -huh. meg mivel ő foglalkoztat valakit. Tehát szerintem az nem egy egészséges kapcsolat, ahol a foglalkoztatásból eredően folyamatosan mondjuk büntetést kap valaki. Hát akkor előbb-utóbb az influencer is azt mondja, hogy én nem szeretnék olyan ügynökség égisze alá tartozni, ahol egyébként számomra nem komplett a tájékoztatás, és ebből adódóan mondjuk én büntetést kapok, vagy ne ad Isten mondjuk még az Instagramon keresztül is egyfajta ilyen háttérbesorolásra kárhoztatnak emiatt. És mit tapasztal az, hogy hogyan ítéljük meg mi magyarok ezeket a reklámokat? Ugye pont beszélgettünk itt, mielőtt elindultak a kamerák, hogy hát nagyjából végig, nem tudom mi beegyeztünk meg, de hogy mondjuk 7 évvel ezelőtt jöttek be ezek az influencerek, és az, hogy ők egyébként reklámoznak. Nagyjából szóval, így. hogyha mondjuk egy magyar ember meglát egy hashtag reklámot, tehát mert föl volt tüntetve meg a posztot, akkor jön egy előítélet, vagy így felmerül benne a kérdés, hogy mondjuk a fogfehérítő reklám az de aki mondjuk a BMW-t reklámozza, no az, az az menő. Tehát, hogy hogy ítéljük meg ezeket a reklámokat? Komplex kérdés, úgyhogy megpróbálok komplex választ adni. Köszön. A magyar ember alapvetően szerintem nagyon mások gondolkodik, mint mondjuk az európai fejlett országok állampolgárai. Alapvetően Magyarországon szerintem onnantól kezdve, hogy influencer marketingről beszélünk, onnantól kezdve már az influencer szó ad egyfajta negatív előjelet. Igen, mert így vagy te influencer, neked csak annyi dolgod van, hogy és akkor vedd meg az üvegpoharat valahol, Nyilván ezt is nagyon-nagyon-nagyon sokrétűen lehet vizsgálni, hogy miért. Kit hívunk influencernek? Ugye Kajdi Csaba volt az első, aki lényegében elkezdte mondani, hogy gyerekek, hát az influencer az, aki influálásra képes. Tehát onnantól kezdve jó a marketing, ha, ha el tudom mondani azokat az érveket, és úgy tudom elmondani annak a célcsoportnak, azokkal a szavakkal, azért ugye a generáció között is már vannak olyan szavak, amiket például nem ért az égeneráció, generáció és ahogy például te fogalmazol, nem vált ki semmiféle igényt az égenerációból, ahogy te írsz. Tehát már hmm. ezeket is nagyon alaposan vizsgálni kell, de ha nem tudod eladni a terméket, akkor Isten igazából a szószoros értelmében nem is feltétlen vagy tekinthető influencerek. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy onnantól influencer valaki, ha őt mondjuk az átlagnál többet követik hogy most ez régebben a tízezer-től kezdődött, mert hogy a tízezer követőszám alatt sokáig ugye nem tudtál hivatkozási linket elhelyezni story formátumban, magyarul a call to action az nem jöhetett létre, nem volt link, ahova kattintasz, és onnantól ott állod magad a cégnek a weboldalán, vagy egy landing page-én. Már ez eltűnt, tehát most már pár ezer követővel is el lehet helyezni ezeket a linkeket. Nagyon sok ügynökség is van Magyarországon, valakinek az a profilja, az a vállalkozásnak a, a mozgatórugója, hogy ő például mikroinfluencereket alkalmaz, ahol olcsón tudsz közvetíteni, de hát nagyon sok olyan tapasztalásból eredő hiány miatt, hát azért néha helyesírásbeli hibákat lehet látni rossz linket rak közé az influencer, vagy éppenséggel ki sem teszi a tartalmat. Ilyen technikai megvalósításbeli problémák. Hát technikai, meg alaposságbeli, meg tudásbeli különbségek ugyanúgy lehetnek ezeknél a személyeknél, de persze ez büdzsék kérdése is. Ha neked pár százezer forintod van, csak idézőlesen arra, hogy mondjuk a, a, a termékedet reklámoz, akkor feltétlenül, ha te több emberrel szeretnéd ezt a kampányt végigvinni, akkor azért nem feltétlen a, a, a tapasztalások oligpuszen lévő influencerek lesznek, akik a kampányban majd részt vesznek. De, de ez, ez mindig egy hosszas megbeszélés eredménye, hogy, hogy, hogy mit csinálunk, ha marketingről beszélünk, hiszen könnye lehet, hogy abba a pár százezer forintból nem feltétlenül influencereket kell mondjuk vásárolni, lehet, hogy médiafelületet kell vásárolni, ki kell helyezni mondjuk 8-10 óriás plakátot valami mozgalmas helyszínen, vagy éppenséggel, social media oldalt kell csinálni, vagy ami most például nagyon trendi és nagyon szeretik. Azok a TikTok videók, amik azért virálisan úgy tudnak terjedni, hogy akár egy pár ezeres követőtábora rendelkező oldalon több százezres megtekintéseket lehet elérni. Na, hogy lelőd a következő kérdésem, hogy ma hol éri meg a legjobban hirdetni egyébként, hogyha a social médiáról van szó? TikTok, Instagram, Facebook, vagy esetleg az OnlyFans? <coughs> Az az onlyfans hagyjuk. Oké, okay, igen. Uh, Nincs tapasztalatom benne. Nekem, nekem sincs. Nébben sinc. ne, 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 ismerek olyat, aki csinálja, is, mert lehet olvasni is, volt. Is, lehet olvasni is arról, hogy, hogy nagyon sok pénzt lehet keresni. De hát ez is egy olyan kereseti forma, amit valaki vagy elfogad, vagy nem. Ez olyan, mint a hiteles influencer. Kérdésed, de ne rohannunk ennyire előre. Az, hogy egy márkának hol éri meg hirdetni, az egyértelműen azon múlik, hogy ő a marketingében mit szeretne elérni ha neki az a fontos, hogy brandet építsünk, és minél több ember lássa a termékét, <laughs> akkor a kiválasztott influencerek tükrében és függvényében meg kell nézni, hogy a korcsoport, aki feltehetően majd fogyasztója lesz a terméknek, az hol van aktívabban jelen. TikTokon az én megítélésem alapján nagyjából az ilyen 21-22 éves korig nagyon-nagyon-nagyon szép tartalmakat lehet elérni. De ma már nagyon sok olyan tartalmat is lehet ott látni, ami akár több 10 millió forintos autók hirdetésére is szolgál, csak hogy az imént említett mm -hmm. márkára reflektáljak. Mert hogy a gyerek majd azt mondja, apuna, hogy apa nézni, nézd, ezt ez, ez láttam itt, és az apuka ugyanúgy megnézi. Onnantól kezdve, hogy mondjuk nem az nem, nem a égenerációnak hirdetünk, egyértelműen az Instagram is képbe kerül, ha pedig olyan tartalmakat kell közzétenni, ahol a kontextus mélyebb, komplexebb, nagyobb, akkor Facebook. Mert hogy ott még az a korosztály van, aki egyrészt szeret olvasni, másrészt el is tudja olvasni azt, amit írsz, a harmad pedig még az a csodás is előfordult, hogy érti, amiről kommunikálsz. Azért ahogy szépen a Facebookból Instagram, Instagram, TikTok, ha megnézed például a kontextusokat, hát egyre csökken. És nem tudok nem arra következtetni, hogy azért ez a korosztálybeli különbséget is nagyon jól reprezentálja. Persze, Mert hogy meddig a... maradott a figyelmet, tehát a TikTokon az e 5 perc alatt 10 videó, vagy 5 másodperc perc alatt 10 Konkr videó. Konkrétan, Igen. hát oda hiába írsz szöveget, ja. hát ki fogja elolvasni, nincs rá időd egyébként, hogy elolvasd, de már az Instagramon is, ha megnézed, a real videóknál lényegében, vagy rész videóknál, ott már, ott, ott már ott írsz egy mondatot, hashtagek és go. Bár a hashtageknek is óriási jelentőség van, ezt is sokan például kevésbé veszik fontosan. Menjünk át a második témakörre, ugyanis kijött a 2024-es Forbes lista, aminek az elejét ugye a viárosok, aztán meg a Visperton vezeti, és hát már picit érintettük, de tulajdonképpen mi adja meg a piaci értékét egy influencernek, tehát magyarul a kérdés, hogy mennyit fognak neki fizetni az adott reklámért, ez, ez mik ezek az összetevők, ugye említetted már itt a követő számot például. A követőszám az nyilván nagyon fontos, mert hogy abból lehet egyfajta várható megtekintés szemre következtetni. De azért nagyon sok olyan kampány van, ahol valamiért például nem jönnek ezek a számok. Tehát hogy például a timingre is nagyon-nagyon nagy figyelmet kell fordítani. Nem mindegy, hogy egy csütörtökön hatkor raksz ki egy videót, vagy mondjuk szombat délben. Itt is meg kell nézni, hogy a te korosztályod a platformokon mikor aktív, mikor van jelen. 30-40%-os eltérésekre is szert lehet tenni. Az sem mindegy, hogy te például értsd jól, mit mutatsz magadból. Tehát el lehet, el lehet helyezni egy... Ö, ö, egy dobozos például úgy egy márkában, hogy közben egy olyan formátumú videót látsz, ahol ahol nem tudod levenni a szemet például arról a valakiről, aki például azt a videót kiteszi. Vagy a fürdőruhás tartalmak. Uh -huh. Tehát ami alapjában véve nézettséget generál, de nem biztos, hogy lesz belőle vásárlás. Tehát azért ez nagyon komplex és, és nagyon összetett. Hát nyilván az imént említett személyeknek elképesztő nézettségük van. Elképesztő megtekintés számmal működnek most már évek óta. Én a, 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 a viárosok tartalmait például elképesztően szeretem. Nagyon unikális szerintem, mm. amit, amit az úri ember csinál, az az orgánum, azok a, az, az reflexzerű reakciók, amikkel ő kibont egy dobozt, vagy ahogy megnéz, vagy, a, vagy az a nézés, ahogy a kamerába tud néha nézni. Szerintem az ő sikerük ez, ez nagyban ebben rejlik, valamint abban, hogy, hogy azért az ő csatornáján nem látsz nem tudom, hogy 48.753 hirdetést. És szerintem egy hosszú távú vállalkozás építésnek ez egy fontos stratégiája: hogyha marrállmód és lehetőség, akkor találd meg a saját magad útját abban, hogy nem biztos, hogy eladod a lelkedet egy 6 perces szolárium bérletért, uh -huh. és akkor pózolsz a. a, a a szoli mellett. De, de, de ez az én véleményem. Tehát, hogy nekem ez soha nem fért bele, nekem, nekem ez olyan... De, de nem lehet az, hogy valaki ilyen kicsibe kezdi, és akkor de. mondjuk amúgy kéne valamilyen ilyen határvonal, hogy oké, elkezdtem a fogfehérítőnél, most azt nyilván prioritívan mondtam, de tegyük fel, hogy fogfehérítő, szoláriumbélet és a többi, és akkor egyszer mondjuk tudod így coming out hogy gyerekek megérkeztem, mostantól csak olyat vállalok, ami tényleg hiteles, eddig lehet, hogy nem mondtam nektek igazat. Most nyilván itt sarkítok, meg elviccelem a dolgot, de, de valószín, valószínűleg, mindenki kicsiben kezdi, nem? Hát ez annak a stratégiának az eredménye, amit mondtam, hogy ha te erre vállalkozásként tekintesz lényegében a t első percben, akkor, akkor kell, hogy legyen egy, egy know-how-od, ami alapján majd mondjuk felépíted a saját vállalkozásodat. És azért az influencerek között is kell különbséget tenni, mert ha mondjuk megélhetési influencerről beszélünk, nem létező fogalom, azért mondom így, hogy hogy, hogy mindenki értsen, amiről beszélek, uh -huh. és ő mondjuk hogy ebből fizeti a gyereknek az iskoláztatását, vagy egyedül neveli a gyerekét, vagy nincsen affinitása mondjuk más polgári foglalkozás betöltésére, akkor adódik a kérdés, hogy, hogy nekem mi a fontosabb a saját magam hitelessége vagy hogy az ebből a reklámtevékenységből befolyó összegből mondjuk ki tudjon fizetni az albérletet, vagy a saját ingatlanban be tudjon fizetni a hitelt, vagy tötörötötörötötörö. Sok esetben ez szerintem nagyon sok mindent felülír. De ez a kérdés, hogy nekem mi a fontosabb, ez, ezt nyilván már csak egy szint után engedheti meg magának az ember, mert hogyha valaki ezzel foglalkozik, és ö, egyszerűen van az, a, van az az élethelyzet, és tök jó, hogy most erről is beszélünk, amikor egyszerűen neki tényleg ez egy megélhetés, és Igen. nyilván, hogy a pénz lesz a fontosabb, mint az, hogy most ő milyen brendet épít fel, mert hogyha nem tudja kifizetni a mindennapi dolgait, és ott van ez a lehetőség, hogy ő influencerkedhet, akkor, akkor végül is ez is egy elfogadható megoldás, csak lehet, hogy akkor annak a közönsége nem, nem maradott hosszú távon vagy vagy nem találja meg a hosszú távú közönségét. Ez meg már a fogyasztón múlik. A, Tehát, hogy a, a, a fogyasztó meg olyan szinten sokrétű, hogy, 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 hogy idolizálhatnak például olyan személyeket is, akikről rengeteg negatív cikk jelenik meg a médiában. Mert ő szentül hisző rajong, ő idolizál, én, én letettem a voksomat mellett, és bármit írnak róla, én tisztelem, szeretem, becsülöm, amit mond, én azt egyébként elhiszem. Tehát, hogy valahol szerintem mindenkinek ezt is saját magában belül kell eldöntenie, hogy vállalható-e, amit csinál, de azért a marketing a szélsz. És mivel azért a marketing egy disciplináris tudomány, ebből adódóan, hát én nagyon hirtelen el tudnám mondani, hogy mondjuk három gyorsítanám reklámot, hogy lehetne megfogalmazni. Mert hétfőn például kirakom a lángon sütött hamburgert, aminek egyébként a hús élménye, mint ízfaktor sokkal jobb, mint mondjuk a, 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 a menőbb, a trendi ja. gyors értelem, ahol meg azt mondod, hogy úristen, de hát az a szósz, ami benne van, vagy a halas szendvicse, vagy a... Vagy... És akkor az, hát a péntek, de hát az meg csirke. De hát, hogy azt meg azért fogyasztom, mert csirke, az meg nincs az elsőnél, meg nincs a másodiknál. És közben, ha így nézed, akkor tök hihető, mert azt megeszed, mert ott nagyon finom a hús, ráadásul ott a dupla húsos az most akciós, szerdán megeszem ezt, mert itt szerelmes vagyok abba a hamburgerbe, ami trendi, lépcsőzetes és fantasztikus ízfokozókat használnak. Hát a pénteki az meg egészséges, mert csirkéből van. Fő a változatosság. Fő a változatosság. Te is mind a háromról tud mondani valami jót. Hát oké, csak hogy mennyire hiteles, akkor ez itt felmerül. Ez dönti el a fogyasztó. Okay. És hogyha ügynökséggel dolgozol együtt, akkor utána már el tudod dönteni, és be tudod hívni egy raportra mondjuk az influencert, és szerintem rossz irányba mentél, mert az elmúlt, hónap, elmúlt három hónapban mondjuk a sorozatos reklámhirdetéseknek köszönhetően, ami a mi megítélésünk alapján a hitelesség nyomát egy másodpercig sem tartalmazta, kimutathatóan mondjuk 28%-kal csökkent a megtekintések száma. Ez jelen pillanatban annak az eredménye, hogy bevállaltál mindent, meg kellett az önerő az új gépjárműhöz. Szerintem, mivel egy baromi ítélkező világban élünk, ezért nagyon tetszik ez a fogalom, ez a megélhetési influencer. Úgyhogy ezt lopom, hogy tényleg néha kicsit Tessék. olvassunk így a sorok Erre mögött. És, ja, és akkor lehet, hogy hogy már csak kikövetedés ennyi, és nem kell egyébként kommentálni. Hogyha esetleg neked nem olyan tartalom van ott, ami lehet. És Viszont... most mondtad ki azt, amit egyébként nagyon sokan elfelejtenek, és tévéműsoroknál is például, mikor ilyen utálkozva vagy mondunk véleményt egy, egy tévéműsor. Hát hát. Hát ott van a megoldás a kezedben, és annak általában a jobb oldalán középre van helyezve az a gomba, amivel neked ezt nem kell látni. Hát okay. Kapcsold el. És nem egy... megpörges tovább, meg TikTokon is. És ennyi, igen. Ezzel együtt viszont mégis adódik a kérdés, hogy szerinted mi az az etikai határ, amit már mondjuk influencerként nem kellene átlépni, mert hogy azért ebből is láttunk már sokat az elmúlt időszakban, tehát azért valahol mégis kell, hogy legyen egy egy határ ennek. Még, nem is influencer oldalról vagy fogyasztó oldalról? Influencer oldalról, abszolút. Hát, influencer oldalról, ami szerintem hihetetlen diszonáns érzéseket váltott ki nagyon sok mindenkiből. Aki például februárban a mikroműanyagok káros hatásairól beszélt, majd rá négy hónapra mondjuk egy petpalackos üdítőt reklámoz. Uh -huh. Hát, azt szerintem elképesztően kontrasztos. De ha megnézed a kommenteket az oldalán, ezt egyedül én veszem észre. Ha, hogy érted, hogy egyedül te Hát nincs biztos? ilyen jellegű komment például a tartalom Aha. alatt, hogy na úgy de négy hónap előtt nem vannak nem, beszélni. Nem, nem tudom. össze. Lehet, hogy most mondok, hogy meghalnak a planktonok az óceánban, mert annyi műanyag van benne? Hát er, erről beszéltél, nem tudom, ilyen három videó keretén belül, hogy erre nagyon figyeljünk oda, mert most eltelt négy hónap, és akkor, akkor most megjön a petpalackos üdítő, és most meg az a jó, mert ő fizet. Uh -huh. Tehát ellenfondásos termékeknek a reklámozása és a bevállalása, akkor az már átlép egyet. Hát igen, a vagy akkor valaki elektromos autót reklámoz, majd utána egyébként a benzinkúton a pontgyűjtő kártya aktivizálására hívja fel a figyelmet. Miközben egyébként megfogalmazható az is értékesítés, hogy oké, okay, de ide Hoddogger jöttem. <t> oké, <Okay>. nem teljesen világos. <t> Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok esetben nagyon könnyen kommunikációval minden kikerülhető, és itt utalnék vissza arra, hogy ezt neked valahol belül kell, hogy, hogy érezd. Ha nem ösztönösen, akkor, akkor lehet, hogy érdemes segítséget kérni. Elképesztő mennyiségű ügynökség van Magyarországon. Szerintem mindenki meg tudja találni a maga, maga számítását. Kanyarodjunk át a bahés témára. Ugyebár a Magyar Turisztikai Ügynökség rendezett egy elég nagy méretű, mondhatjuk, hogy világhírű rendezvényt Budapesten, és hát elég sokan... Kritikával illették, és a féle operásba a hét címen ment az elmúlt hetekben. Ugye sokan azt mondták, hogy túl fényűző buli volt, olyan programok voltak például az operában, ami egyébként halandó emberek számára nem, érhető, nem elérhető volt, például Dremenvész buli, ami hát tényleg nem szokott lenni az operában. És, viszont, és viszont. sokan egyébként politikai meghívásnak minősítették ezt a rendezvényt, és azokat, akik oda elmentek, besorolták egy bizonyos részre. Hát a kérdés adott, hogy akkor most ez végül jó reklám volt-e Budapestnek? Hát ez is nagyon összetett kérdés. Ugye először is szerintem azt kell nagyon alapul venni, hogy, hogy mi szerepel -e abban a meghívóban, amit mondjuk az az ügynökség küld ki, aki felel a magyar influencerek közvetítésért ezekre a helyszínekre. Na most a, 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 én is kaptam ilyen meghívót, abban a meghívóban ez nem szerepelt. Nyilván az időszak, ahol maga az esemény zajlott, azért az egy politikailag hangos, morajos intervallumban bort. zajlott. Um, de hogy Isten igazából mindenben megtalálhatod a politikát, a benzinkúton is, most ha te akkor ott, ott tankolsz, akkor te elköteleződött vagy valamelyik párt irányába, vagy ha te uh, futballmérkőzésen vagy, és most már, most már lehet mondani a, a, az Újpestet is, akkor, akkor minden újpesti kötődik egy párthoz, és aki e... tehát uh, tehát hogy borzal, borzalmasan nehéz az, hogy jó hírét vitték-e Magyarországnak, én azt gondolom, hogy tartalmak tekintetében, leginkább a külföldi influencerek tartalmát illetően, azért nagyon jól lehet látni, hogy hogy a, 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 a Tomi Fjúrinak hát egészen más tartalmai voltak, mint a, mint a magyar influencereknek. Tehát ebből adódóan szerintem lehet következtetni arra, hogy egészen más brief alapján dolgoztak. Um, én azt gondolom, hogy um, én. Nehéz erről a témáról egyébként úgy beszélni, hogy közben az ember próbáljon nem megsérteni senkit. Egy ügynökség kap egy feladatot, az a feladata, hogy erre ennyi van, ezeket az embereket itt el kell küldeni, mert szeretnénk minél több nagyon fenszi tartalmat látni. Hogy mitől fenszi a fenszi, ezt is nagyon sokáig lehetne vizsgálni. Neked mi a fenszi, nekem mi a fenszi, az ügynökségnek vagy a megrendelőnek mi a fenszi. Tartalmak tekintetében is. Például egészen érdekes anomáliákra lehet szerteni, hogy valaki ott volt azért, hogy találkozzon a Tommy Fury-val. Az égvilágon semmilyen kommunikáció kontextusban nem jelent meg. Uh -huh. Nem tudom, kiment egy boxos emoji, közös fotó. Nekem általában a hasonló élegű eseményekkel pont az a problémám, hogy nem lesz unikális és nem lesz különleges az a kép, amit én a Tommy Fury-val készítek, mert értse jól, mindenki boldog-boldogtalannak lesz kép a Tommy Fury-val. Tehát én ezért szeretem például nagyon a Will Smith-es találkozónkat a Szecskában, a Széchenyi gyógyfürdőben, amikor az itt forgatott filmet reklámozta például a Will Smith, és akkor mondjuk négy magyar ember kapott erre meghívást. Az unikális, mert az egyike vagy azoknak, aki mondjuk képet tudott készíteni Will Smith-szel. Sőt, én még például egy videót is csináltam vele, és egy ilyen elképesztő, alázatos világsztárt ismertem meg benne hogy ezek a tartalmak mennyire voltak szerethetőek, vagy hogy valaki miért megy el egy ilyen eseményre, ez is nagyon sokáig lehet vizsgálni. Valaki elmegy azért, mert akar vele találkozni, valaki elmegy azért, mert ingyen kaja, ingyen pia, valaki elmegy azért, mert fú, betekintés nyerek egy olyan helyre, ahol mondjuk még nem voltam, majd számomra egy különleges élményt, hogy drámenbész hallgathatok az operában, bár szerintem a legkevésbé a, a, a drámenbész miatt mentek oda. Akkor lehet, hogy mielőtt tényleg nagyon-nagyon utálkozunk, ezt a kérdést kellene feltenni az adott influencernek, hogy te miért mentél el, és hogyha már megvan az indok, akkor még utána mindig el lehet Dönteni, hogy most ez szimpatikus, vagy nem szimpatikus, mert tényleg, amit mondasz, lehet, hogy valaki azért ment el, hogy hú, ma felveszem a nem tudom, milyen tervezőtől kapott ruhámat, és ott egy nagyon jó képet fogok lőni, és ez még menőbb lesz. A Demeter Ricsinek például az, hogy ő öltöztette ezeket a világsztárokat, az például egy elképesztően jó PR, és egy elképesztően ha. nagy pluszt ad például az ő ismerettségéhez. És azok a tartalmak tényleg tükrözték a ruhák különlegességét, hogy ezek a ruhák például mennyire gyönyörűen álltak ezen vagy azon. Uh -huh. És hogyha ott megnézed az influencerek tartalmát, zömében a külföldiekét, akkor azért ott is megfigyelhető volt, hogy oda, oda meg vissza voltak például a ricsi alkotásaitól. Tehát, hogy van egy másik gorcsőre is ennek az egésznek a megvilágításában. Ha valaki azt mondja, hogy minden rossz, ami az éppen aktuális kormányhoz köthető, akkor tehát nagyjából tök mindegy, hogy mit csinálsz mert amúgy is utáni fonok, mert influencer vagy, és mert egyébként ott pózolsz a, a, a halászbácsán. Miközben, ha meg megkérdezed az influencereket, akkor szerintem 70%-a azt fogja mondani, hogy kaptam egy meghívást az ügynökségemtől, ahol nekem volt lehetőségem találkozni ezekkel a személyekkel, volt lehetőségem fotózkodni velük, el tudtam menni oda, ingyen pia, ingyen kaja, csináltam magamról 3-4 tök jó képet, kiraktam a social médiámra, és én az egészben azt hittem, hogy ebben ennyi lesz, és nem mentem annyira utána, hogy majd akkor elindul egy ilyen politikai utálkozási kampány az egészből. De még egyszer mondom, ha ezt veszük alapul, akkor, akkor benzinkutak is vannak, ahova ne, együnk, ahova ne járjunk hoddogot tenni, mert akkor annak is lehet már politikai áthalása, meg lassan futballmérkőzésre sem, mert mert erős segítség van a tekintetben, hogy, hogy, hogy ezek a klubok minél jobb eredményeket érjenek el évről évre nemzetközi szinten is. Én egyébként tökre megértem azt is, hogyha valaki mondjuk ebbe tényleg politikát lát, és emiatt mondjuk kikövette az adott influencer, de azért, mert ez mindenkinek a saját dolga, úgyhogy tényleg dönts el mindenki, csak ezek a nagyon kemény kommentek, pont talán a viszkok fuzsinak láttam az egyik ilyen képe alámerő ott volt a rendezvényen, vagy képe alatt, hogy így megvédte magát, hogy mondta, hogy ő nem gondolta volna Na, hogy az én ezt a kommentet. A láttam. igen, igen, vált ki, és hogy ő egyébként tényleg nem gondolta, hogy ez egy politikai rendezvény lesz, vagy hogy őt ez alapján fogják megítélni. Na de nyergejünk is át egy nagyon-nagyon pozitív és tényleg egy nagyon-nagyon jó témára, mert hogy hát az influencereknek azért van erejük, összefogtak már egyébként az utóbbi időben más miatt is, de most egy nagyon-nagyon jó ügy mellett álltál ki te is, és segítettetek, Ádinon. mesélsz erről egy kicsit? Persze, ráz a hideg, ahogy, ahogy mondtam ennek a, ennek konfiát. Hát kezdjük olyan, hogy megmentettük Ádint. Hát lé, jött, yeah. egy, jött egy névtelen adomány, és közel, közel, egy milliárd forintot adott a családnak. Ugye Ádin egy Duchenne szindrómában szenvedő kisfiú, egyébként egy fantasztikus kisfiú, nálam volt az irodában is, én a családdal is sokat beszéltem, ki is nézett magának egy fradi sapkát a polcomon, a neki adtam, el is vitte magával. És igen, mi, mi, mi social guru szinten is beálltunk emögé, és próbáltuk összefogni az influencereket, mert ugye a social médiának azért van ilyen jellegű ereje is. És nagyon sokáig úgy nézett ki a helyzet, hogy, hogy megrekedünk pár száz millió forinton. És, és hát talán tegnap előtt láttam a Facebookon, hogy egy fantasztikus videót rakott ki az anyukájuk, mert a fekete-fehérel indul a videó, az első videója, amikor felhívja mindenki figyelmét arra, hogy van rá mód és lehetőség, akkor segítsen. Uh -huh. Nagyon szomorú az egész tekintetén lehet látni a, a fájdalmat, és utána hirtelen a videó átvált színesbe is. Ah. És összejött a pénz, és sikerült. És nyilván ebben nem csak a Szocialóguru alapítványok is voltak benne, de, de, de mi, mi, nagyon mondom, hogy mindenki, azért sokszor volt, hogy kértünk, és, és, és nem kerültek ki tartalmak, de nagyon-nagyon-nagyon sok nagyon sokan beálltak ez ügy mellé. És ez szerintem elképesztő dolog, hogy SMA-ban szenvedő betegségben a, a noel is sikerült megmenteni, az Ádinnak is most összegyűlt a pénz, és és azért szülőként egy, 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 egy egészen fantasztikus dolog. És, és amikor én a szülőkkel beszéltem például, akkor, akkor azért az a fájdalom, amióta akkor a szülők szemében volt. Az önmében én inkább a, 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 anyukájával beszéltem, hogy egy Debrecenben él a, a család. És hogy amikor te meg én hazamegyünk, és mondjuk definiálunk egyfajta problémát, akkor azért egy ilyen beszélgetésben viszonylag gyorsan rájössz, hogy nem biztos, hogy az a legnagyobb probléma, hogy lassan él fel a meleg víz az emeletre. Um, hanem mondjuk az, hogy, hogy, a majd holnap, ami neked, meg nekem még tök természetes, hogy jó, majd holnap. Hogy itt, hogy itt minden másodperc Isten igazából számít, és ebben semmilyen túlzás nincsen. Ennek a betegségnek, ennek a szindrómának van egy, egy életszakasza, amíg mondjuk tartható az állapot, onnantól kezdve viszont elkezd rohamosan romlani, és onnantól, tehát hogy minden egyes másodpercek visszafeleketjeg az idő. Mm. És, és, és az, hogy ez sikerült elérni, és hogy ez sikerült összehozni, az a social médiának az eredménye. Tehát, tehát nagy valószínűség szerint 99%-os biztonsággal mondom, hogy ÁDI életét nem tudtuk volna megmenteni 10 évvel ezelőtt. Hm. Ez És mert én vannak. csak feltételezem, hogy hogy ki annak az alapítványnak a tulajdonos, amit ugye nem fogok kimondani, de hogy én, én, én nagyon erősen gondolok egy valakire, hogy ki volt az a személy Magyarországon, aki ezt az összeget átutalta. Viszonylag kevés ilyen személy van, aki szerintem ezt megengedheti magának, de hogy azért azért szerintem az is sok mindent elárul, hogy a neve elhallgatását kéri. Oké. Okay. És nagyon... ez egy nagyon szép dolog, és... És most már kapja. És sikerült át is! és, sikerült. és most megkapja, vagy megkapta a kezelést, és akkor ezzel a gyógyulás útjára lép, vagy hogyan. Ez most az... jelen pillanatban úgy néz ki, hogy összegyűlt a pénz. El kell menni az Egyesült Államokba, és ott kap egy infúziós kezelést. És közben meg, hogy milyen érdekes, nem vagy befekszel egy Infúzió. infúzió, nem tudom, én az két-három nap, és utána nagyon back hunger-és, és jók vagyunk. Mert onnantól, hogyha már romlik az állapot, igazából amennyire én tudom, ennek a kezelésnek az az eredménye, hogy stagnálja azt az állapotot, amiben van. Konzerválja, De Ádi most nagyon jól van. Igen, nyilván ahogy mondjuk futkározott ott az irodában, neki ment egy kis asztalnak, ezt tíz gyerekből kilenc meg sem érezni. De ahogy ő például megütötte a kis kezét, neki, neki például fájt. Uh -huh. Akkor adtam oda neki a sapkát, hogy bármikor, amikor fáj, akkor ezt a sapkát vegye föl, és akkor ez majd egy ilyen kis láthatatlan segítséget fog neki adni. És hát, tehát, hogy, hogy lehet ezt nagyon jó dologra is használni, és nagyon sokan használják nagyon. Nagyon jó dologra. Tegyük hozzá még itt a végén, hogy nyilván ezeket a posztokért gondolom etikus módon senki nem kért plusz pénzt, azért senki nem fizetett, hanem ez önkéntes alapon történt ez a kiállás és beállás az influencerek részére. Hát a aki, aki a social keresztül vett részt ebben a kampányban, ő biztos hogy egy forintot nem Szerintem kért. Szerintem senki részéről. más sem, tehát nagyon reméljük, igen. Én azt gondolom, hogy van az a szint, ahol egyébként nem... Nem, nem az együttműködésen, igen, nem küldünk megrendelő lapot, ja. hogy akkor nem tudom, én, két, tri, három, sztori, egy millió, kettő, hetven. Majd ki kifizetni, ha megjött a pénz. Az, az, azért, azért az, az, nagyon fura világ lenne. Bízom, hogy okay. nem jutunk el oda soha. Nagyon köszönöm, hogy ma itt voltál, és tök jó, hogy ezzel a sztorival tudtuk zárni. Hát több ilyen ügyet kívánok egyébként az összes influencernek, meg a partnereknek. Önöknek is köszönjük a figyelmet, hamarosan újra találkozunk. Iratkozzanak fel, lájkoljanak, viszontlátásra. Viszontlátásra.